Felhallgatott le, készüljetek, beköszönés érkezik. Jó reggelt, Vietnám, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videóval. Először is szeretném megköszönni, hogy küldtétek nekem azt a modot, aminek köszönhetően most már a bal felső sarokba a melósoknak mutatja, hogy igazából mennyire van tele a tartály, mennyire van tele a portkocsi, mit csinál, elakadt-e, dolgozik-e, hány kilométer per órával megy, szóval mindenféle adatot. Tudjátok, a Farming Simulator 15-ben is volt egy hasonló mod, és most megkaptam tőletek, jobban mondva többen írtátok, hogy mi a neve ennek. Egyébként Inspector mód, hogyha esetleg rákerestek, biztos kérdeznétek többen. Nagyon szépen köszönöm. Na gyerekek, figyeljetek rá, neki kellene állni a melónak, mivel úristen, rengeteg munkánk van. Például nézzétek meg, ugye bal felső sarokban most írja, hogy Keeper 0 km per órával hasít, és üres a, még üres a tartálya. Tartálya, nagyon jó, oké. Egy kicsit visszaveszünk, mert írták egyébként, hogy komolyan kellene viselkednem. Várjál már, idő elindítási téma van, mert azt meg elfelejti a Keeper, azt megint másfél órás videókat rak fel, aztán már meg fogtok engem kövezni, hogy már dobálja a Keeper a másfél órás videókat. Na, ezt learatom ezt a kis részt, aztán akkor gyorsan kiürítjük a Combine-t, átküldjük a baphoz, közben csinálunk mást, és pörgünk, mint a trágya szóró. Mai részben nem lesz sorskártya, úgyhogy egy kicsit így elengedhetjük magunkat, és koncentráltunk a feladatokra. Nem kell attól rettegnünk, hogy beüt a mennykű. Meg igazából attól se, hogy nyerünk, viszont én úgy gondolom, hogy megmondom őszintén, nem is nagyon vágyom rá, hogy nyerjünk most már, mert igazából azok a nyeremények, amiket megnyerhetnék, jó, oké, tudom, ott van a lottó nyeremény, viszont azon kívül olyan nagyon durva nyereményeket a lotton kívül nem tudunk magunkáivá tenni, és igazából, hogyha normálisan tudom csinálni minden fennakadás nélkül a munkát, akkor is elérhetek most már igazából majdhogy nem minden, mivel van kettő baromi nagy földünk, amiben nem sokára egy lesz, és igazából már csak a kitartásunkon, meg a leleményességünkön múlik az, hogy mikor fogjuk elérni az 1 milliárd eurót, mert ugye nem is mindegy, hogy mikor fogjuk elérni 5 év múlva, vagy 1 év múlva, és ez tényleg azon fog múlani, hogy mennyire vagyunk leleményesek. Na várjatok, gyerekek, emeljük ezt föl, és egyébként, hogyha itt maradtak ilyen kis kupac szalmák, azokat nem fogom összeszedni, mert ugye tudjátok, az idő pénz. Traktorral kimész egy darab báláért 100 kilométert, az nem biztos, hogy megéri. Érted? Mármint ez egy elég sarkított hasonlat, de lehet, hogy vágjátok, hogy mire gondol a Keeper. Tehát oké, hogyha mondjuk nekem lenne egy bálám, mondjuk Nyíregyházán, akkor hogyha elmegyek érte és a bálaért 10 000-et, és én kijövök érte is az, vagy elmegyek érte Nyíregyházára, és az, hogy én eddig eljutok, az 20 000-embe kerül, akkor nem érdemes elmenni. Értitek? És ez ebben a játékban is igaz. Na, várjatok. Hol van a pótkocsim? Várjatok, 1476 liter. Mennyi fér abba? Ugye beleüríthetném a tyúkoknak a vájújába is, de nem hiszem, hogy azt kellene csinálni. El kellene bungatni gyors a traktorral, és le kellene üríteni. Egy nagy bánatom van, ugye, hogy sajnos az egyik pótkocsit el fogja foglalni, röved az árpa, ugye a másikba tudom csak a babot. Viszont jó, mert a babnak nem nagy hozama van, viszont drága. Úgyhogy ugye az tök jó. Valószínűleg nagyon megéri az árpa, de egy idő után, hogyha majd baromi nagy földeink lesznek, vagy igazából ha van silónk, akkor nem olyan nagy gond. De hogyha baromi nagy földed van és nem akarsz nagyon sokat vesződni a logisztikával, akkor érdemes a babot ültetni vagy vetni, mert ugye annak van a legkisebb hozama, és ezért ugye nem kell olyan sokat fordulni, sokat ér, de mondjuk azt úgy akarom kifejezni, hogy mondjuk krumpliból 10 000 liter ér ugyanannyit, mint babból mondjuk 1 000, érted? És akkor sokkal könnyebb tárolni, sokkal könnyebb hurcolni, és mégis ugyanannyit ér, értitek? Ez olyan, mint hogyha mondjuk, tudom én, 10 kiló arany az annyit ér, mint tudom én, sok tonna vas. Nem mindegy, hogy melyiket tárolod, a 10 kiló aranyat, meg logisztikálod, el tudod vinni érted a táskádba, vagy mit tudom én, 50 tonna vasat, érted? Most ez, érted a különbséget? Sarkítva érdemes különben példákat felhozni, igaz, hogy az tényleg nagyon szürreális tud lenni, meg irreális, viszont ugye sarkítva jobban meglátszanak a különbségek, ami igazából kicsibe is ugyanúgy működik, de nagyba jobban
észrevehető, és jobban magyarázható. Jó, nem kell volna megint kávét inni, képernyőt már megint. Mindenről is beszélünk, pedig aztán még nem is beszéltem arról, amiről akartam volna beszélni egyébként. Valaki írta, ja, az nem. Bandika írta az előző MTZ-hez, hogy az nagyon jó bírja, de ez az MTZ, ez nagyon-nagyon hamar fogy. Úgyhogy valószínűleg, hogy kell majd hordanom nekem magamnak üzemanyagot, és akkor ne kelljen mindig a kútra futkoznom. Ugye tudunk venni hordót, hordó üzemanyagot, és akkor tudunk tankolni, úgyhogy be kellene tárazni. Nagyon sokan írtátok, hogy ez a pótkocsi témával mi legyen. Gyerekek, még odáig is el kell mennem, menjünk a főcélibe, ott talán gyorsabban fut a traktor, és egyébként tényleg gyorsabban fut. Már csak azon gondolkodok, hogy a hátsó kocsit azt lehet, hogy itten le kéne csettinteni, jól le is csettintettük, abban majd úgyis a babot, és akkor fölöslegesen ne vigyük magunkkal. Ja, a logisztikára kell egy kicsit jobban ráfeküdnöm, mert az a baj, igen, hatékonyságra gyerekek, hatékonyságra. Kicsi gépekkel is tudunk hatékonyak lenni, de nagy gépekkel is tudunk szarul működni. Ugye nem csak azon múlik, hanem tényleg azon múlik, hogy minden résztvevője a játéknak, tehát mint egy sakjátszmának, minden résztvevőjét a megfelelőképpen használjuk. Mert mondjuk hiába lenne rábas tegerünk, ha azzal mondjuk nem azt a feladatot csináljuk, amelyiknek igazából jó, értitek, hogy mire gondolok. És a logisztika nagyon fontos ebben a játékban, mert látjátok, hogy itt például a tökölés megy, és emiatt már rég learadhattuk volna mondjuk ezt a babot, hogyha itt lett volna mondjuk egy pótkocsi. És ezért kellene mindenképp egy traktor, figyeljetek, egy aratáshoz. Ugye az előző részben beszéltem róla, és igazából most néztem múltkor ugye a Speedzone-nak ezt a klassz bemutatóját, meghívták őket sajtótájékoztatóra, előző részben beszéltem róla, és abban volt az, hogy igazából nagyon fontos a logisztika, főleg vetéskor és aratáskor. Ugye ekkor van leginkább több gép kinn a szántóföldön, és ugye itt lehet igazából a legtöbb időt nyerni. És ezért például aratáskor nagyon fontos, hogy ne a kamion, aki elviszi az eladó helyre a gabonát, az álljon be a kombájn alá, hanem legyen egy átrakókocsival egy traktor. És az közelítse ki például a földszélének rá a kamion. És amikor elmegy a kamion, akkor az átrakókocsi ugye még mindig tud üríteni a kombájnokba. Úgyhogy ezek nagyon fontosak. És doktrinának nevezhető dolgokat, ezeket érdemes lenne ebbe a játékba is bevezetnem és betartanom, mert hogy minél hatékonyabbak legyünk, mert ugye 1 milliárd euróról van szó, nem babra megy a játék mondjuk úgy, de mondjuk most babra megy, mert bal oldalt ugye a földön bab van. Na gyerekek, ezt meg vigyük el föld szélére, elmegyünk a másik pautkocsihoz, és ugye megpróbáljuk majd egyszerre elvinni, de ez nem biztos, hogy egyszerre fog működni. Szóval most egyelőre ide félreállunk. Minden esetre még ma kellene, ezzel a földdel is kellene valamit csinálni. Én azt mondom gyerekek, hogy valószínűleg learatjuk azt a másik földet. Figyeljetek, mindjárt átgondolom azt, akkor majd meglátjátok, hogy mi az, ami gondolkodik a keeper. Nézzünk. Jaj, de jó, most már nem kell ránézni, nézzétek, 16%-on van a bab, nem kell szórakoznom azzal, hogy állandóan azt nézegessem. Mert ugye látom, hogy éppen mi történik. Egyébként erre akartam ráváltani. Aztán adjunk neki Sanyi. Leengedjük, nyomjuk neki. Úgy né. Indulja, ez olyan lassan indul el egyébként, ez az egy hátránya van. Szuper. Jó, szedjük, oké. Okay. És látjátok ugye, hogy szépen a... Mi a, hogy is hívják? A szója babot. Kérmeli befele. A jarbű. Nagyon jó. Meg még ráadásul látjuk is, a másik földön van. Nagyon jó egyébként, logisztikai szempontból nagyon hasznos, hogy egymás mellett vagyunk ugye a kettő föld, és nem is egymás mellett van, hanem ugye nem sokára. Egy darab föld lesz a kettő, és nagyon közel vagyunk ehhez. Mindenképp egy silót kellene venni, és hogy messzebb lévő földeknél fogunk gazdálkodni, akkor azon gondolkoztam, hogy mindenképp kihelyezett, előre tolt ilyen helyőrségek lesznek, ahol mindenféle kombájn, meg mindenféle gép fog létezni.
És akkor nem kell azzal szórakoznunk. Nem kell azzal szórakoznunk, hogy oda teleportáljuk, ugye a teleportáljuk, transportáljuk oda a gépeket. Teleportálni azt nem kell a gépeket. Ez nem a Star Trek. Oké, srácok. Szuper, itt végig is megyünk, eljövünk a mellette lévőn, fölfele, és akkor ezt az oldalát összeszedjük. 27%-on van a bab, tök jó, mert nem sokat telik szerintem. Az a baj ugye, hogy az egyik remorkába most menne az árpóra, ugye nem tudod engedni, szóval ezzel tud probléma lenni. Egyébként nem mondom neked, hogy ez a portkocsi, ez az egy kénylódik, figyeld. Ben van a izébe, ben van a sárba is. És elmondom nektek, hogy nem 11-el húztuk ezelőtt, emlékeztek ti arra? Hanem 15-tel. És a izé se süllyedt. A gép se. Elmondom nektek, ez a rea mód, ugye ez a... ez a föld, de tudja, hogy figyeli, hogy éppen hogyan működik rajta a gép. Ez számít, hogy esett az eső. Én biztos vagyok benne, gyerekek. Mert eddig nem süllyed be a gép, és jóval gyorsabban húztuk, mondjuk most itt megindult. Lehet, hogy egyébként van olyan, hogy felszáradási idő, nem tudom, hogy miket figyel még, de nagyon jól működik. Örülünk neki. Úristen, nagyon pörög a keeper, komolyan mondom, néha nem tudom. Várjatok, izébe akartam menni másik irányba, jaj, ne jöjjön semmi. Várjatok. Elcseszte a keeper. Másik irányba akartam, hogy átfordítjuk, jó, mert így erőltetve át tudod fordítani. És ilyenkor látni meg a fordulókörünket. Láttad a fordulókat? Brutális volt. Azt hiszed, hogy neki mész, aztán közben meg nem simán kikerül, így nagyon frankó. Jó, ezt összeszedem, valószínűleg nem fogom elvinni most. Teljesen fölösleges. Ugye minek vigyem el, most nem vagyunk annyira rászorulva a pénzre, félreállok vele, és hogyha majd megint ugye árpát vagy búzát vetünk, akkor simán akkor rájön elvinni, vagy amikor tele lesz, most azért fölösleges, és ilyeneken is ugye spórolni lehet időt, hogy nem fél potkocsival futkozzunk el a... Na nem úgy fél potkocsival, hogy ami nyerges húz, hanem hogy ne fél potkocsival menjél el a... Egyébként kikapcsoltam a vágó szerkezetet, vagyis a felszerő szerkezetet, ugye a hamster, de így is csak ennyivel tudja húzni. De vannak itt gondok. Imádom ennek a fordulókere, a gyerekek ez a T150K, az egy megváltás volt. Egyébként igen, közben jöttek olyan kommentek, hogy ugye lehet, hogy túl olcsó volt, mert azért nem reális az ára például egy rávához képest. Jó, oké, igazad van, lehet, hogy egy 10 000-es még költhettem volna rá, de nem tudom, fel tudja, most az viszonylag azért eléggé puritán környezetből indultam, szóval nem most kimagyarázni akarom, hogy most így, vagy legalizáljam azt, hogy legitimizáljam azt, hogy ugye mondjuk csak mit tudom én, mennyi volt ez a gép, 20 000 körül, 20 000 euró körül, de nem tudom. A rábák úgyis baromira túl lesznek árazva, ugye az ilyen 100 000 euró körül lesznek. Szóval azért annyira nem hiszem, hogy most én ezzel olyan hatalmas előnyt értem el. Igazából ki tudtuk volna fizetni valószínűleg a plusz 10 000-et, mert azt hiszem azt mondtad, hogy olyan 30 000 körül lenne volna a reális ára. Egyébként ebben azt hiszem tudunk nagyobb motort is venni. Ja, meg ugye a másik, mert ugye ebben a T150-ből K-ból kettő fajta volt ugye. A másik az 30 valamennyi ezer volt, de ott azt hiszem, hogy erősebb is volt. Már gyárilag, meg ugye nem volt lelagva. Hát, meg talán nem lavoltott. De lehet, hogy észre sem veszitek egyébként, hogy lavoltott. Lehet, én is csak beképzelem, mert most például gyönyörűen fut meg minden. Ezelőtt egyébként, amikor panaszkodtam, hogy lavoltott, akkor izé volt. Háttérbe videót konvertáltam meg minden a szerencsétlen kis gépemen. Szóval nem volt nagy cucc. Gyerekek, a szójabab még mindig 57%-on van, látjátok? A szójababnak egyébként ezért jó, mert nincs hozmama, viszont sokat ér, és így tényleg nem kell vele annyit vinkódnod. Most az árpával már nem is 5-ször izéltél volna, 5-ször kellett volna üríteni, úgyhogy az egy őrületlen volna. Próbáljuk meg szép... Ó! Oh. Na igen, jó.
baj van, mert itt van egy olyan ág, amelyiket nem tudok. Az a baj, nehéz meghatározni, hogy a bokrok közül melyik az, amelyik ilyen merev, meg melyik az, amelyik nem merev. Próbálok itt navigálni most, annyira nem megy. Na most már keresztbe csaptam ezt a gépet. Meg nem kéne elásatnom magam, mert ugye el lehet. A modoknak köszönhetően, hát ez lehet, hogy nem fogja folyni. Vagy igen, pont. Állja vissza. Belóg a ideje. Megmondom őszintén, hogy nem szívesen, jó, oké, hál' Isten. Nem szívesen vágnám le a checkmetet, mert akkor el kell érte jönni, meg az nagyon nem jót tesz a mapnak, meg a játéknak, azt sose csináljátok, hogy mindenféle checkmetet mindenhol hagytok, aminek ugyan külön fizikája van, mert az azért nem szokott jót tenni neki. Azt hiszem egy bizonyos távolságból kezdi el számolni csak a fizikát, hogyha ott vagy, meg hogyha kontaktolsz vele, viszont azért nem örülnék neki, hogyha mindenhol ilyen elhagyott checkmetek van. Van néhány, úgyhogy majd össze kell szednünk, hogy ne az legyen, hogy az egész map tele van, tele lesz vele. Várj, csak egy nagyon szép fordulás kellene véghez vinnem. Baromira nem nagy hely van. Ez a egyébként ennek a gépnek a fordulékonysága, ez kimagasló. Kíváncsi vagyok, hogy a rábákodat fogják ezt überelni. De úgy érzem, hogy nem. De szerintem ez nem is csütös, ez nagyon szépen ki tudja tekerni magát. 73%-on van a babos, mindjárt megnézzük. Nézzétek! És már... Hát, egy ötödét, egy negyedét már le is durrantotta. Nagyon élem, mi van? Valahogy annyira most erre a sorozatra olyan szépen sikerült rákattanom, hogy ez őrület. Jó, főhúzzuk. Az ott rohadt meg, gyerekek. Ajaj. Na itt egy ilyen el nem vetett, kultivált terület, ha arra rámész, akkor nagy baj van, akkor nagyon elássa magát. Ja, nem kéne bánni magunkat, úgyhogy arra nagyon figyeljünk, hogyha az soha nem szabad csinálni, mivel mindig ráfizettünk arra, hogyha elkezd rúgni a gép, szenvedni, akkor valahogy inkább hátra menet, lekapcsol, vagy valami. Ugye láttátok már több részben, hogy ugye elássa magát emiatt a talajmodifikáció miatt. De többen írtátok különben, hogy vedd ki, mert szenvedsz bele csak, meg a kisebb gépek emiatt tényleg nagyon majd hogy nem használhatatlan, de nagyon nem akarom, mert akkor meg olyan... Egyébként már megint milyen esőre áll az idő? Mi van? Mit izé van tényleg? Angliában vagyunk? Vagy hol vagyunk már? Mindig esik az eső. Az milyen feelinges lenne? Ugye a Fly Simulator X-be volt talán először? A 10-esbe? Ugye az egy ilyen repülős játék, egész világon repülhetsz, amerre akarsz. És az tudta azt, hogyha van net kapcsolatod, akkor ugye a reális, valós, meteorológiai adatokkal dolgozott az egész bolygó. Azért nem húztam le, jó van, oké, bocs. Mert sokat dumálok azért. A reális meteorológiai adatokkal dolgozott az egész bolygó. Szóval repültél valahol mondjuk Keszthely felett a Cessnáddal, akkor az valóban ugyanolyan idő volt, Keszthely felett, ha esett, akkor esett, és valóban ugyanolyan real-time-ban pont ugyanolyan idő volt. Ez mi volt? Át tudtam volna rakni? Láttad ki? Az üres kocsinál kiírta, hogy szalma, üdítés. Azért, hogy tudtam volna ez átszórni? Néha olyan funkciók vannak ám egyébként, amit föl se fogsz, vagy itt nem is észre se veszed. Na, mindjárt szója volt kell ürítenünk, gyerekek. Pont jól időzítettünk, úgy látom. Ja, úgyhogy az milyen feelinges lenne, hogy ott süt a nap, akkor itt is süt a nap. Hogyha esik az eső, akkor ott is. Csak az a baj, három napos eső van, akkor itt megállna a gazdaság három napra, úgyhogy az ott csak ugye olyan befolyásolási tényezője van ennek az időjárásnak, mondjuk egy repülős játékban, hogy valamilyen szinten nehezíti, de itt ebben a játékban például nem lehet aratni, az úgy kellemetlen lenne. Na gyerekek, a VB, fölhisszettük a... Beférünk ezzel a dönggel egyébként oda? Lehet, hogy át kéne állnom megél oda a szomszéd földre, hát le van szarva, vagy jaj. Menjél, gyorsan! Ó, jön a golf! Figyeljétek, ide balálok el rá az útra. Úgyhogy a hamsteremet itt tárolom egyelőre, na miért ne. Oké. Okay.
Jó, nincs ebben túl sok szalma, de mondom, ezt tök fölösleges elvédni. Ennyi barátom. Oké, gyerekek, szuper, ez jó, jó vagyunk, megmondom őszintén, tetszik minden. Eddig, most mehetünk, 98%-on van gyerekek, ennél jobban nem is időzíthettünk volna, köszönöm. 99%, látját, ez a mód, ez különben annyira hasznos. Én egy kicsit el is vagyok maradva. Ugye, ugye átfogunk a másik kocsira az üresre. Hol van a ide? Hol van? Van erre arra. Oké. Megyünk üríteni ezzel, szóljabb a 6000 liter 100%, full, ki is írja, meg ugye tök jó, mert pirosra vált egyből. A felirat is, és akkor ilyen tök feltűnő, ez nagyon jó. Szólja bab, sráncok, szólja nővérkének. Ez majdnem felét learadta, úgyhogy... Kettő kocsiba simán beleférne. Meg kéne nézni az árat, ha majd egyszer, nem figyeljetek. Szólja bab, hogyan állunk? 1800-2000... 1817, nem rossz. Jó, van, várunk gyerekek, nem vagyunk kapkodósba. 60%-on van, az a nagy bajunk. Azt a pótkocsival, azzal megmondom őszintén, lehet, én azon gondolkodok, azt a pótkocsit le kellene csak önteni a tikoknak. Aztán majd belapátolom nekik, vagy valami, nem? Ezt a pótkocsival leöntjük, gyerekek. Figyeljetek, árpa jó lesz, mert megeszik a búzát, beöntjük nekik, aztán jó van, nem? Az lesz, gyerekek. Ezt akkor szólja fölfér a két pótkocsira, akkor nem kell élni, nem kell kétszer fordulni, de mindenképp egy átrakókocsi kell nekünk, gyerekek. Meg mindenképp kell egy átrakókocsi az egyik traktorra, amit el is bír természetesen. Mondjuk aratásnál ugye, aratásnál. Ja, meg kellene egy ide, nekem nagyon szükségem, egy kamaszt vennék, egy billencs kamaszt. Ezt úgy élném, gyerekek. Meg ugye kellene mindjárt egy eke, de valami nagyobb akkor, a tököm szórakozik a pici pöccsel. Na, mi van a tikokka? Egy darab büdös tojás nem tudtak. Mondjuk azóta szerintem nem is volt időpörgedve. Figyeljetek, ezt ide szépen a ganég mellé ledugratja a képer. Azt tudunk nekik adni majd kanállal, vagy amivel csak akarunk. A remorka az már erre dönt, nem? Azt hiszem, hogy igen. Jó lesz az itt. Hogy várja, odébb állok, aztán akkor de beburítjuk. Azt hiszem, hogy erre billent default. Nem van ganyéra beleöntjük. Ó, jó lesz, gyerek. Jó, van egy kis árpánk, hát az nem sok, úgyhogy ez tök jó, befog... Iha. Tesó, mi van ma? Billencs le van. Ha mi van, testvérem? Ezt szórakozz el. Takaríts be. Uh-huh. Jó van, gyerekek, örülök neki. Jó, valamilyen nem hajlandó ide burítani. Mi nem? Ez én területem, ez miért nem akarja ezt? Gyerekek, ne varítsatok. Hallod, most... Még most lapátolhatom össze. Nem engedi bazza. Komolyan mondom, megőrülök. Lecsatlakozok föl. Nem hajtható végre, de miért nem? Esküszöm, mi csinál? Tényleg az én területemen lehet. Te most rajd van, izé 300 ilyen árpa, megőrülsz. Várj meg, tyúkoknak meg nem tudom beadni, szerintem, mert... Oda öntsem a izé elé. Vájú elé, aztán majd valami lesz. Nem tudom már. Itt I betűvel nem tudom üríteni. De! Tudom, jó van. Attól féltem, nem lehet összekeverni, de ezek szerint igen. Oké, gyerekek. Most akkor mi van az állatokkal? Mennyi van nekik? Baszik, ide be is fér ma. A hülye. Én azt hittem, hogy már fullon van az a rohadt. Talán akkor. Nem írja egyébként itt a... Mikor lesz már tojás, hogy valami, hát komolyan mondom. Hát megvadulok, hát egy nulla tojás, hallod? Tisztaság 100%, hát nagyon jól érzik magukat a tyúkok. Az kár volt egyébként, be tudtam volna burítani. Jó, hát nem gondoltam volna. Várjál, mit kellene csinálni? Álljál meg?
Igen, menni kell, ezt ki kellene vinnem. Kumbanyhoz. Aztán ugye bele fog férni a két portkocsiba szuper jól. Ami nekem kellene, az nem más, mint Eke. Vagy valami csodálatos olyan szerkezet, amivel meg tudom csinálni a földet. Meg még ráadásul, hát az a baj, hogy már megint kellene nekem. Gyerekek, rengeteg dolog kell. Mindjárt végig gondoljuk, rengeteg dolog kell, csak akkor meg az a baj, pénz is kell, ugye? Micsoda fönforgások vannak is, srácok. Hány százalékon van az a 29-en? Na, gondolkodjál? Kipör? Ki kéne csapni a fákat? Kellene venni még egy pótkocsit. Igen, kellene még egy pótkocsi, mert fel akarom használni mindenképp. Az egyiket flatbedre akarom hagyni. Ugye a régi pótkocsiról, és akkor tudnék rárakni, mert most már nagyon sok mag kell, nagyon sok permetszak, és akkor mindenképp ugye logisztikai szempontból legyen frankó a... Ez azt hittem, hogy villantott, de tök durva. Logisztikai szempontból legyen frankó a pótkocsi felhozatalunk. Lehet, hogy el is megyek pótkocsiért, azt meg tudom venni. Csak az a baj, nincs elég pénzem, mert akkor már akkor megyünk el pótkocsiért, amikor megveszem a magokat, meg ilyeneket, ugye? Az is, az sem lenne rossz. Szóval... Nézzük meg az árakat. Jó, gyerekek, egy micsoda stratégiai játék ez. 2200 fölé meg fog menni egyáltalán a bab? Egyébként a napra forgóda néz 2400, hát hogy az rosszabb nem ette meg. Ha figyeljetek, pörgetek egyet, azt meglássuk, nem? Meddig megy föl? Ott megy a központi nál. 2200, 2300, 2300, 400. Jó, a bob az nagyon megy, nagyon megindult. Hopp, 2400. Csak az a baj, hajnali egy van. Örültem volna neki. Ha elkezd lefele menni, akkor fogjuk megállítani, jó? Oké, okay. Jó vagyunk, gyerekek. 2400-ba megy a bab. Hol is? Központinál. A központi meg volt a... Mindig elfelejtem, komolyan. Orvoljatok meg, hogy csesszetek le, de mindig elfelejtem. Miért nevezik ezt központinak? Komolyan mondom. Hát ez mi központi az? Na gyerekek, akkor hogyan a fölfelé az MTZ? Látjátok, micsoda van van itt? De hogy milyen gyönyörű! A reggeli fényben az MTZ, hát ez a legszebb dolog. Amikor így a pára így megvan rajta, tudjátok, a vason. A hideg vason így a pára, ilyen, szinte ilyen szemcsés. Jaj, gyönyörűséges. Jó, figyeljetek, ezt én leürítem, mert már miért nem? Ezt leürítsem? Nem ürítem le, hanem egyszerűen itt hagyom. Abba bele fog férni az? Nem, azt kell csinálni, hogy azt leürítjük, abba ürítünk, és akkor ebben már biztos, hogy bele fog férni. És akkor a központi gaborához elvisszük ezt, és akkor meg lesz a pótkocsinek az ára, meg mindennek az ára. Gyerekek, olyan logisztikát kell itt kifundálnunk, hogy megőrítök. Az 50%-ig van, tehát az 3000 liter, és aztán itt írja is, nem? 3000 liter, ez 6000, akkor ebbe pont bele fog férni. A maradék meg bőven bele fog férni a másik pótkocsiba. Egyébként vontatni is egy... Most nem akarok traktorra, gyerekek, vegyünk egy izé, vegyünk egy kamaszt. Figyelj, mennyibe kerül? 2400-ból liter, 1000 literje. Azért. Akkor ez nem lesz rossz, hallod? Nem lesz rossz pénz. Tök jó, ez free ez a bab. Ugye? Tudjátok miért. Mindjárt leelőz minket ez a kambány, na. Álljál meg, Sanyi! Álljál meg! Ne kelljen tolasgatnom, everlek! Komolyan mondom. Sanyi! Szállj ki abból a gépből, bazzel, hát hülye vagy? Mit csinálsz? Hát komolyan mondom, hát... Te alud, hova önti ez? Jó, tudom, hogy... De figyelj, nem tudja... Tolja! Viszi... Mit csinálsz? Sanyi! Az... Neki a... Mit csinálsz, te szerencsétlen? Állj már meg! Hát bazz! Hát komolyan mondom, hát... Döntsed fel a pótkocsit. Hát micsoda, hogy be vannak rúgva az emberek. Fizetés megmulás. Odébb állok, aztán elindítom újra, de mi volt ez a... Mi volt ez a...
speciális akció, gyerekek. Jaj! Múltkor Zsolt írta azt a sorskártyát, csinálj azt, hogy ne lehessen tabolni. Jó, ezt elindítom itt, aztán majd visszajövök, úgyis le kell alakni a széle. Hogy ne lehessen tabolni, ez tök feeling lenne. Na, 9200, akkor ez ilyen 23 000 körül lesz pénzbe. Van 5000-ünk, akkor az már majdnem 30 000. Gyerekek, itt figyeljetek, itt meg lenne a kamaz ára, nem? De egyébként akkor nem kell olyan baromi sok portkocsi. Hát minek adja meg, amikor ilyen pár ezerbe kerülnek, nem? Annak mondjuk sok értelme nem lesz. Jó, gyerekek. A kamaszt azt szívesen megvenni a keeper, mert adatásokkor azért az jó lenne. És utána, a kamaz után meg valószínűleg, hogy egy rábát fogunk menni, meg utána valami nagy kombányt. Gyerekek, már duskálunk az lóvéba. Ne vicceljetek, halljátok már, ezért. Ennyi pénzt, amikor egy ilyen kört megyek, elviszont ennyi pénzt 10 rész alatt nem szedtünk össze, mi? És ez minden egyre durvább lesz, ugye? Egyre hatékonyabb leszel. Ez az, amikor tényleg egyik főnököm mondta még, hogy volt neki egy cége, és folyamatosan vette az újabb, meg jobb gépeket, borzalmas árakért, tényleg ilyen nagyon hatalmas árakért, és mondta, hogy nem szabad azt csinálni, hogy megállsz, és akkor annyit termelsz, amennyi úgy gondolod, hogy elég, hanem azt kell csinálni, hogy terjeszkedni kell, és bele kell fektetni a pénzt, és nyomni kell neki, mert még ki tudja, hogy van. Esti Lacika mondta múltkor, amikor még nem is a válság, hanem ez a benzináremelkedés volt, vagy üzemanyagáremelkedés ugye kezdődött, meg ugye minden, és akkor mondta, hogy addig kell a húsos fazékból enni, ameddig van benne, utána nem biztos, hogy eszel. Mivel nagyon sok kritikát kapott Esti Lacika, ugye Esti 22, hogy gondolom ismeri mindenki, ha nem, akkor megnézzétek. Sok kritikát kapott, hogy jaj, mert ő mindig állandóan dolgozik. Na hát miért dolgozol annyit? Hát mondta, hogy azért, mert most tudok dolgozni, lehet, hogy 5 év múlva nem tudok, vagy 2 év múlva nem tudok, hát ki kell használnom. Azt tudom, hol vagyok, gyerekek, már úgy megkeveredtem. Hol vagyok, baze? Itt. Ez egy tipikus ilyen magyar udvar, baze. Fő van nővel gáz, nem? Szörnyű. Na, megérkeztünk a központiba. Gyerekek, most megfogtuk az Isten lábát, hát oda nézzék. Ez még miért arra villant? Közben annyira nyomtam neki, átállítottam. Oda négy pörög ám a lóvé. Ez ilyen 24 000 körül szerintem fog, vagy ja nem, 30 000 körül föl fog menni. 28, jó van. Úgy érzem, hogy itt lesz lóvé. Lesz pénz lóvéra, úgy érzem, gyerekek. Nagyon-nagyon örülök! Igen, és hatékonyságra, logisztikába, meg mindenben hatékonyságra kell törekednünk. És ez a mód, amit ide bal oldalra föltűztünk, amit kaptam tőletek, ez az inspektor, vagy inspaktor. Ez baromi jó, mert ez kell hozzá, hogy folyamatosan lásd a munkásod, dolgozik-e, nem elakadt el. Mert ugye lehet, ugye kiírja a jobb oldalra is default a játék, hogy ó, munkás elakadt, vagy akármicsoda, de az a telvinlampon nem arra figyelsz, hanem épp ürítesz, vagy akármit csinálsz. Nem, eltűnik, aztán akkor Isten áldjon, érted, ott áll a munkásod egy negyed órát, aztán akkor mire észreveszed, hogy jaj, ez még mindig itt van, itt hagytam, 15 perc, abból 12 percet állt. Hát én konyak kíper, egyébként hoztam magammal egy témát, amiről akartam beszélni, csak most annyira pörgünk, hogy nem tudom mondani. Azt inkább majd olyan helyzetekbe kell. Nem tudom, hogy ezt kobálnátok-e, hogyha ilyen, lenne ilyen régi történet, anekdotázás, meg ilyen mesélés. Mert én egyébként tök bírnám, meg igazából 2-1-ben vlogolnék is, ugye, meg gameplay is lenne. Szóval frankó lenne. És nagyon bazza, eszembe jutott, hogy remélem, hogy veszi a hangot a játék, mert nem szokta néha. De most így közben nézzem meg, meg én megőrültök akkor. Egyszer megnéztük így közben, emlékeztek? Megnézhetem? Nem, mert igazából akkor nagyon rácsesztük, mert ugye még szerencse, hogy fú, bazzan, akkor nagyon rácsesztük a keeper. Ez mit csinál? Dolgozik? Tolatgat? Mit tolatgat ott középen? Jaj, ma meg mi van itt? Jaha, már itt a ide, itt a baj vannak a főkbe. Gyerekek, meg kell néznem gyorsan. Komolyan mondom.
Meg kell nézni, összekeverte, nézzétek, mit csinált az asztalomra ez a szerencsétlen gép. Ugye... Some settings, semmi baj, gyerek. Pillanat, figyeljétek, közben ilyen. Ho-ho! Van, jó van, van mikrofonunk, beszél a hangot. Jó! Nagyon jó. Bocs, látszok egy kicsi ilyen. Muszáj volt, mert ma nem beszél a hangot, akkor nagyon rácseszek. Mert néha csinál ilyet. Te jó, hogy jut eszedbe, nem? Így a videó. Alatt elvett 34 perc. Ha véletlenül rámentek itt, akkor vége a bulinak, érted? Ilyenkor így azt se tudjátok, mi történik, hogy mi van, le van arra ez a föld. Ha hülye vagy képe. Te, azt nem mond ez végig, hallod? Azt nem mond ez végig, hát onnan, oda nézzél. Hát ez tényleg normális. Figyeld! Te Máriás huncut! Hát mit csinálsz? Hát halljátok, onnan... A jó Isten nem vert meg téged, végig tolatott az egész földön, azt most meg megfordul, azt bemegy ott. Figyeld el, csávó. Hallod, ilyenekkel vagyok körülvéve, azt akkor talált meg, érted, hogy ne bolonduljál meg. Na jó van, gyerekek. Amire szükség... Most miért rántottam meg? Szükségünk van dolgokra. Szükségünk van ekére, vagy frankóra, meg szükségünk van még akkor egy pautkocsira. Mert ugye kell egy fáspótkocsi, az biztos, hogy mindig kell. Fáspótkocsi kell. Meg kellene akkor egy flatbed, ugye ilyen lapos pótkocsi, amire felpakolom a mesze, vagy nem meszet, az pont nem, hanem a műtrágyát, meg mindenféle csuda dolgot, mert ugye az a, nem vagyunk kiegyezve, hogy állandóan bejárunk a TS telepre. Mert ezt, mondjatok már valami jó nevet, nem mondtok nevet, gyerekek, mi legyen a TS telep neve. Ezt levisszük, és akkor erre felpakolunk szépen targoncával két oldalról annyit, amennyit bírunk, meg amennyi pénzünk van. Figyeljetek, előbb-utóbb megkövenned-e a különböző dolgokat. Na figyelj! Azt hittem van tojás, ez nagy... Hol van tojás? Álljál meg tesó, figyelj el! Tojtak a tikok! Az igen! Tojtak a tikok, gyerekek! Toboz tojás! Ne szórakozzá! Jó voltad a kis királyim! Na, jó van, akkor figyeljetek, úgy látom, hogy 50 tyúk az már tojik. Tojt a doboz tojást. Nem tudom, hogy várjál, annyit meg akartam nézni. Állatok, miért szállok ki hozzá? Állatok, na, hogy mennyi tojás? 106 liter. Gondolom itt is 1000 literje annyi. De viszont nem pörgetem az időt, gyerekek, nagyon. És azért jött. Figyeljetek, ez jó lesz, én érzem, figyeljetek. Fia, pár nap alatt összejön, most képzeljétek el, ezt úgy lenne, hogyha egy csomó oll lenne. 1000 liter tojás, ez nem tudom, valamilyen nagyon soká, nagyon sok pénzbe kerül. Ugye megnézem nektek, de ez nem rossz üzlet. Fia, 5000-ről megy lefele, ilyen 6000. 6000, izé. 6000 egy tojás. Ezt elviszed érted, izé, zsebedbe. Ezt így tudom én. Úgyhogy igen. Persze, itt meg úgy forduljál, hogy lógja át ide. Ja, úgyhogy a tojás biznisz, én bízok a tojás bizniszbe, mivel kellene egy ilyen mellékes kereset mindenképp, ami nyomja a pénzünket fölfele. Nem is azért, hogy mit tudom én, most nem közvetlenül azért, hogy gépeket termeljen, gépeknek az árát, meg földeknek az árát, mert megtermelem én, csak az 1 milliárd eurót, hogy elérjük, ahhoz nagyon sok különböző ágazatot kell egyszerre vinnünk, mert az, hogy én itt aratok, szántok, beteg, az jó, abból sok pénz jön, oké, tudom, meg főleg van, már nagy földek vannak. De amellé kellene még egy olyan ágazat, ami minimum ennyit termel, és akkor együtt a kettő, értitek? És akkor tényleg olyan géped veszel, amit akarsz. Mellettek, beugrok a boltba, mellettek meg itt, jó? Beugrok boltba, jaj. Figyeljetek, banki kölcsöt fel se vettük, öcsém. Meg nem is fogjuk. Na, a pautkocsit kellene, flatbed pautkocsit. Egyébként várjátok, nézzük már meg a pautkocsikat, nincs-e valami flatbed, amelyikre több férne, mert akkor ezt meg átalakítanám. De szerintem olyan pont nincs. Jú, bazd, mennyibe került-e. Ezekből nincsen olyan kapacitás. Balhordó. Ah, itt a. Hát ugye egy oldalas, nem tudom, nem annyira jön be. Nem annyira jön be. Ez is jó van egyébként. Úristen, mekkora kapacitás, 15000 literes. És van egy ilyen izeje és cucca, 2008, azért ez szerintem nagyobb, mint az enyém, nem?
Ja, ezt megszínelem, az mennyibe jönbe kerül? Balna! Balna, balna pót kicsi, balna. Jó, gonyé színű pótkocsi, hogy milyen? Narancs? Legyen narancs? Vegyünk egy ilyet, tehát az a felni szín, te óri isten, mit csinálsz képvel, hogy nem néz ki ez? Figyelj, kék legyen ilyen. Jaj, de ronda, te isten. Te isten. Vagy pedig tudjátok, ez milyen benéznek ki? Mondjuk ebben a színben. Ezt tudjátok, melyik benéznek ki? Milyen jó színben néznek ki? Ebbe. Piros aj, meg ez a zöld felső, meg ilyen drops kerekek. Na, próbáljunk meg egyet összehozni. Piros, a felni szín, ilyen drapos, vagy. Zöld oldal lenne jó. Ez nem tudom most ez mit mutat. Aha, zöld oldal, jó, ilyesmi. Azaz, ilyesmi. És piros aj. Na, alakulunk, alakulunk a felnit, ezt láttam valami jobbat. Nem, ez nagyon barna. Igen, ó, de né, na. Alapszín, egy kicsit zöldebb zöld. Jaj, darekek, hát megérkeztünk! Ugye? Ugye? 2008, tudom, hogy drága. Ne szórakozzatok, köl. Kerékbeállítás. Nem kell karikarába, az mi ez? Jó, van ilyen fa. De jó ez a metál. Metál sose. De a gyerekek egyébként ezt át tudod konfigurálni, hogy csak 15 000 literesre, úgyhogy ez nem rossz. Na, egy ilyen gyerekek, ilyenne futunk, jó? Oké? Okay. Bejön, megmondom őszintén, 2800-ba kerül, nem olyan veszélyes, és akkor a másikat meg át konfiguráljuk. Ezt megnézzük, hogy nagyobb be. De jól néz ki! De jól néz ki, gyerekek! Nem volt hülyeség itt most ezt megnézni. Az arra vagyok kíváncsi, hogy így alapterületre nagyobb be, mert az lenne nekünk a jó ám. Hát rohadtul nem. Rohadtul nem, de várjál, feszítővek, hogy... Ja, várjál, így is tudok feszítővezni, hogy... Igen. Jó, vannak feszítővek, figyeljetek, ez lesz, tudjuk a zöld, az lesz a műveglkocsi. Várjál, itt valamit kellene okozni. Úgy oldjad meg. Nincs hozzá, nem lehet leburítani akkor. Hát őrület, na. Na, induljál, só, a mihez ma. Szóval ez a targonca, ez nem gyorsan megy, de úgy indul, bazze. Szerintem egy Tesla nem gyorsul így. Belsőnél ebből esélyed nincsen, jó van, oké. Okay. De nem vagyok ki. Viszont ez a targonca szerintem ez ebír mindent is. Mivel rajt van ugye a súlya hátulján, tiszta vas. Szóval nem fog előre bukni, nem kell ellensúly neki, vagy ilyen hülyeségek. Na gyerekek, az a szitu. Hogy akkor arra a pahút kocsira mindent is fel fogunk pakolni. Úgy gondoltam, hogy egyik oldalra mag, a másik oldalra másik fajta, tetejére meg megint másik fajta. Úgyhogy jó sok minden. Meddig bír ez emelni? Hogy kell emelni, bazze? Mert azt tudom, hogy lefele ez, dönteni ez. Jó lenne, hogyha tudnám az emelést is. Jó. Pont fordítva van egyébként tenni azt vacaknál. Mert akkor nem kell húzingálnom a gombokat. Oké. Okay. Meg kellene venni pillanat, bocsánat, egyébként ilyen sokáig tartanak itt a dolgok. Hát ezek nem olcsók egyébként. Big Mag. Ebből a gyerekek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biztos, hogy kell. Legyen bőven. Szilárd műtrágya. 1, 2, 3, 4. Amiből nem kell sok, az meg viszont a raklapos, nem a raklapos áruknál, hanem a, de a raklapos áruknál. Gyomírtó. Ebből szerintem egy 2. És ezt mind fel kéne valahogy vinkódni. Úgyhogy ezt úgy készüljünk, gyerekek, hogy ezt fel kellene vinkódni arra pahút kocsire. Azok egyforma nagyok? Jó, hát megpróbáljuk, gyerekek. Muszáj lesz. Mert ugye ennek tényleg annak lenne, az lenne az értelme, hogy azon minden rajt van, és akkor szépen fogy majd róla.
Az az igazság, hogy valahol be kéne állnom valami értelmes helyre. És leakasztottam, így könnyebben körbe tudom járni, és akkor nekiugrom. Remélem tud olyan magasra emelni egyébként a targonca. Megpróbáljuk megrakni. És akkor ugye a vetéskor nem lesz többet gondunk. És egyébként nem tudom, hogy ez... Lehet, hogy egére gyorsabb. Jó, egérezzük. Egyébként olyan gyorsan indul, ez egy kicsit... Lehet, hogy dobok neki egy tempomat, mert vadítóan gyorsul. Oké. És ugye mind a két oldalról fogunk rakni neki. Annyira nem ilyen, nem látom, hogy mennyi a mennyi. Három elfér vajon? Háromszor kettő, két sorba. Oldalra sajnos nem lehet vinni szerintem ezt a potlács. Nem dönteni tudjuk. Ha. Idején nem tudod, ez a baj. Oldalra ugye nem tudod vinni. A targoncákon van olyan, hogy így oldalra is tudod vinni. Hát ezen nincsen sajnos. Öcsém, az belement a platóba. Jó, viszont két sorba bőven elfér, csak azt nem tudom, hogy... Ó, te fiú! Na, meg fogunk vadulni szerintem. Egy kicsit. Tudom, fúhú, bazza. Srácok. Picit megpróbálom odébb lökni. Ja, annyira nem kell. Hogy áttoljuk a túloldalára? Mondjuk áttolhatnám a túloldalára. Úgy, és akkor hozom a másikat, aztán majd azzal megtoljuk. Jó, hát bocsánat gyerekek, de ezzel el fogok lenni egy darabig, ugye érzem. Közben mesélni, esélhetek. Bazza, meddig tud elemelni? Na jó, nem lesz gond. Miről akartam beszélni, hogy mi volt az legelső játék, amivel játszottam életemben számítógépes? Mikor találkoztam először számítógépen? Mert külön tudnék beszélni arról ugye, hogy... Meg már beszéltünk is róla, hogy... A pacsai presszóba, azt a betyár, hát ez miért esett le most? Ennyire szérül fogtam. Marcok, lehet, hogy nem kéne beszélgetnem, mert akkor megint őrület lesz. Gyerekek, ez a targoncával nem vagyok kibékülve. Oj, Istenem! A izében Manitúval jobban jártunk volna, mint ez a targoncával, hogy nem tudom, ennyire béna vagyok. Az a baj, hogy fordítva van az irányítás általában. Jó, fölveszük. Oké, Bundi, hol vagy? Bundás haverom kell ide nekem. Megvarul a keeper ezzel. Targoncázni nem szeretünk. Igen, úgy ugrik, mint az állat. Neki ment? Ne, nem baj. Jó van, így jó. Jaj, így most megmentettük a hazát, gyerekek. Úgy. Előre döntjük, kicsit menjünk hátrébb. Előre, lejjebb. Oh, jó! Jó, várja! Ilyenkor izomból spaniz le egyből, az már nem fog mozogni. De szerintem áram baromira nem fér el. Úgyhogy lesz itt baj, gyerekek. Azt mondom, hogy lehet, hogy ezt még felrakunk kettőt rá. Megpróbáljunk inkább azt, hogy mellé, hogy fér el. Figyeljetek, ezeket föl kéne valahogy lapátolni. Szerintem ez elég stabil ez a portkocsi. Ugye a... Van a másik, amelyiket elhoztuk magunkra, az nem volt valami marha stabil. De ezt úgy érzem, hogy ez jó lesz. Döntsük magunkra. Próbálom úgy csinálni, hogy kell, mint a nagykönyvben megírták.
Igen, és nem jó fejem mentem alá. De mind a két villa fogja, de csak jó lesz. Mert ez nem fog három elférni, bazza. Esélytelen. Hogy igen? Most aztán meg vagyok lőve a gyerekek, hogy igen-e vagy nem. Ledöntjük. Lejjebb. Alapul ledülök. Ennek egyébként ennek a raklapnak volt hossza meg keresztje. Keresztben, nem? Ez teljesen négyzet alapú. Várjál, nézzük meg fölülről, mert ugye torzít a kép, mert nagy látószögben vagyunk. Lehet, hogy másik irányba jobb lett volna pakolni. Várjál? Majd ki akarok próbálni. Kicsit odébb mozgatom, jó? Olyan, mint hogy odébb lektem volna. Vegyük úgy. Oké. Okay. Egy csodálatos Lumberjack módnak a hatása. Nem fogom felrakni kézzel, azt felejtsétek, csak itt te... Ó, te fiú, most mi volt ez? Nem már! Megfogja bazd! A Ford kocsit fogja! Ne! Ne! Gyerekek, komolyan mondom! Jó, ezt visszarakom, nem hiszem el. Mi a szar? Ne, nem hiszem. Ez nagyon jó ez a mód, komolyan mondom, örülök neki. A Ford kocsit meg se fogtam, és azt fogta. Tehát megint fog valamit bazd! Jó, oké. Okay. Jó, ez visszarakom, megőrülök. Ez is le van esve. Jó. Azt a betyár. Na, melyik esett le? Ez volt akkor mellette. Nagy jó, tehát a testvérem. Ugye ilyen... A Lumberjack módnak van egy olyan modifikáció, hogy a nehéz tárgyakat tudod belemozgatni. Amik annyira nem a leg... Nem a legferebb, de azért a portkocsin elrendezni azt csinálhatom vele. Egyszer megőrül a keeper, az biztos, máma. Úgyhogy nem fogom azt csinálni, hogy azzal pakolom. Jó, az visszaraktam, mert elcsesztem. De, hogyha esetleg... Egy ekkora ládát is azért a portkocsin, ha nagyon berúgdosod a helyére, a valóságban is van úgy. Úgyhogy ez fog működni, ha a portkocsin elpakolja a keeper, odébb rúgja pár centit. Tudom, hogy nem úgy volt az előbb, de ne szívassuk meg magunkat már még egyszer, ha egyszer leesett. Jó, mondjuk egyébként, ha lespanizod, akkor ugye nem tudod odébb lökni. Szóval ennek így kéne működni, vagy így kéne csinálnom, és akkor jó is lenne. Kerekíjebb egy kicsit. Ne legyél rajta másikon. Úgy. Ha itt se fér el három, akkor vadulunk meg. Oké, le. Úgy. Kihúzzuk alóla. Ajjaj! Jó, egyébként megy ez a... Megy ez. Bele kell jönni, gyerekek. Úgy. És ide még jó lenne, hogyha elférne még kettő. Még kettő férjen el, és akkor már nem olyan túl sok van ám. Gyerekek, ez a portkocsi az emberjel nem fog összeszakadni. Ugye rohadt, de mondjuk nem a tetejére kellett volna rakni azokat a tartályokat. ICB vagy milyen tartályok? Nagyon, azokat felrakom a tetejére, biztos beborulok vele az árakba, more. A hülye gyerek, már megint. Nem gondoltad végig, csak az a baj, azok a tartályok nagy alapterületűek, gondoltam ebből, hát ha elfér három, akkor nagyon ügyesek vagyunk. De lehet, hogy nem fog elférni. Figyeld meg, pont nem fog elférni, megvadulok. Pont el fog férni, akkor meg azért vadulok meg. Hallod, ez az igen? Gyerekek, az igen? Ez, nem mondom neked. Be is akadt. Te is, te hallod, ez ilyen 10 centiken, úgy kell beleverni ide majd mindjárt.
Mindjárt legyom, megpróbálom legyomni. Igen! A laprugókat összecsókolta a keeper egy kicsit. Hát ezt is meg kell csinálni valakinek, more. Ezért lenne jó, hogyha kiúznám már végre azt a múltis kártyát valakivel itt felpakoltatál bokosba. Figyelj, oda nézd, az a menet közben felkapja a keeper. Nagyon tud valamit. És ezt megpróbáljuk áttolni, vagy a másik oldalról, menjünk neki. Megpróbáljuk áttolni. Talán. Szép az, hogy se sikerül. Kilőjük a francba, megfeszül. Hát ez nem fog megmozdulni, az ugye be van odaállva, oda mi? Beikeltem, bode. Na! Oldani! Az betyáros, hallod? Az betyárosabb benne van, kibököm az oldalát, ugye? Oldani! Hú, becsém! Ez jó volt. Mehet rá a következő sor. Van nekünk 4 ilyenünk. Úgyhogy Jézus Isten, hova fog ez elférni? Szóval, úgy kellene, valószínűleg nem tudom, hova fog ez elférni. Föl kéne rakni előre szerintem. Várjátok, ezen van itt, hogy monopont. Bánítom egyenesbe. Föl kéne raknom előre a 2 tartályt. Nincs pont, vagy én vagyok a hülye. Nem mondod, hogy egy targoncán nincsen pont, ezen kellene lennie. Menj a francba, hallod? Ez ekkor egy trade dolog. Minden targoncán van. Még azon is van, csak nincsen, ugye nem működik. Hiszen azzal szoktunk mondani, mindenki az a vontat, telepeken. Jaj, testvérem, hogy ez nincsen. Na jó, van, mindjárt odébb lököm már, aztán megoldódik. Nem, akkor odébb tudunk. Mondjuk odé is húzhatnám a tartályokhoz. Na, azt nem tudom, hogy valahogy föl kéne imádkozni ezt a 2 tartályt. Ez valószínű valahogy úgy kellene, hogy nagyon az elejére. A maradékot meg felszórjuk köré, mindenhova. Szóval egy darabig akkor nem kell eljönnöm. Műtrágyáért meg a többiért, ezt nem tudom, hogy rakjuk föl. Így rakjuk föl? Így lenne nekünk jobb? Így lenne nekünk jobb, mert szűkebb, nem? Mert ezt remélem megemeli. Ez böszme nehéz ám. Jó van. Jobb, mint az MTZ-vel szenvedni. Jó, berakjuk előre. Ez rendesen odébb löki a gépet, nem mondom nektek, gyerekek. Jézus Isten, ez nagyon erős lesz. Ezt csak felé kellene szépen beraknom. Csak a másik oldalra a másikat, ezt lekötni. Te Jézus Isten! ez Szűz Máriam, ez nagyon durva lesz. Ugye jó előre, így valahol, egyébként így gondolom most, lehet, hogy hülyének néztek, de mondom én talán. Jaj, de só! Lapunak a kerekek, meg minden, ugye posszadnak, bazze. Jó, oké, várjál. Jó vagyunk. Zsák az már így összedurranna. Oké, semmi gond, gyerekek. Uralom a helyzetet, mondjuk úgy, jó? Másik oldalra felrakjuk. És akkor fölfér a 4 hátra, mögé. Meg még van ott egy, azt meg valahogy felsorjuk, te Isten! Ez nagyon beteg lett. És ezt mivel húzom ki? Mert hogy ez körülbelül ilyen, mit tudom én, ilyen 10 tonna cucc lesz, az biztos. Mivel húzom ki a földre? Arra még nem jöttem rám. És mit miért nem meg be? Ja, arra még nem jöttem rá, hogy ezt mivel fogom kihúzni a földre, mert lehet, hogy ez egy kicsit nehéz lesz, nem? Lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Oké.
Jó, céloztunk. Ezt felrakom, még tényleg elposztolnak a gyerekek, te Isten. És ez... Jó vagyunk. De behelyezzük. Szóval picit jobbra, picit balra. Úgy. Ne rogd rá a másik raklapra! Nem tetszik? Jézus Isten! Te ez nagyon ingatag lesz, nem? És ez tökölök, itt tudom, ne haragudjatok. De profi munkához idő... Jó munkához idő kell! Lassúhoz meg még több, ezt majdnem kiúsztuk. Egy kicsit bejebb kell tolnom. Rendesen szenved a targonca, amikor nagyobbat evel. Leesik a fordulatszám szám. Jaj, várjál. Mozgó. Jó, van semmi gond. Szerintem ez stabil. Mint a forint. Első laprugók azok már ide össze vannak, fordítva vannak már meghajolva. Semmi gond. Mindent, uralom a helyzetet, gyerek. Uralom a helyzetet. Megyünk a ide többiért. Már csak ugye figyelj, ezt az egy magot lehet, hogy itt hagyjuk már, nem erőltetjük föl. De igen, át kéne húzni ide egyébként. Lenne eszem. Oppa, végzett a kombány. Hú, ezzel bazza, eltökölök rendesen. Bocsánat ért a gyerekek, de ezt muszáj megcsinálni valakinek, mert mi van, hogyha nem. Akkor nem lesz megcsinálva, mi? Na, srácok. És ennek nem esik le a rudja. Ennek még jó a rugója, megvan mind a kettő. Ez nagyon új ez a boltkocsi, gyerekek. Jó, úgy látom, hogy... Úgy látom, hogy ezzel nincs semmi gond, gyerekek. Jó lesz ez. Kicsit csúfú áll. Ezt meg kell hagyni. Kicsit csúfú áll az egyik, de az a baj, hogyha felspanigon félek tőle, hogy leesnek. Ez ilyen lesz. Ilyen lesz, gyerekek, ilyen lesz. Mondjuk akkor neki ennek a középsűnek. Na, hogy legyél okos, hogy legyél okos, rádöntjük. Mindig egyébként úgy kell fölvenni, elvileg, hogy egyből döntöd magadra. Jó, magas. De amikor emelsz vele, akkor tényleg néha így, így elgyengül szegény. Jó, hát rárakom, aztán majd áttoljuk, ám az lesz, tudod. Hát, hogy egyből át is tolom. Villával. Le tudjuk kötni. Egy kicsit túltoltuk, mi? Ó, nincs semmi baj. Teljesen jó vagyunk, gyerekek. Egy kicsit így hézagos lesz a közepe, oda be lehet szórni a zsákosat. Na. Ami finom a targoncát is vettem volna, nem egy ilyen batizsállevet. Na, hát jó volt. Ez dobta a gép, ez volt az olcsó. Majd megint a izére mentünk. Az olcsóságra. Mert sose derül ki, hogy mi az az első számítógépes játék, amivel játszottam, mi? Jó. De egyébként számítógépes játék, amit átmondhatni, hogy amivel játszottam, az nem volt más, mint Commodore 64. Ilyen számtek terembe. Mi volt a számítógépes, vagy számtek óra? 99,9%-ba beengedték őket játszani a Commodore-okon. Volt a Commodore Plus 4-es, meg Commodore 64-es Junos TV-re. Esküszöm, gyerekek, fekete-fehér Junos TV. Vagy ilyen zöld volt? Nem tudom, zöld volt. De lehet, hogy nem fekete-fehér, mert zöld volt a kép. Úgyhogy szóval azon játszottunk, nem emlékszem a játékokra. Nagyon, mert nekem soha nem volt Commodore 64-em, nagyon-nagyon szerettem volna, de nem volt. Számítógépem nagyon későn lett egyébként. A tesóm a számítógép programozó, meg az is volt, meg az is. Őnála szoktam a céghez bemenni, és akkor ott talán a legelső számítógépes játék, meg otthon is volt számítógépem, mivel ugye tényleg programozó volt. A legelső számítógépes játék talán, amivel játszottam, az a Aladdin volt, nem tudom, emlékeztek az Aladdinra, a Guts,
Az is egy ilyen platformer, ugrálós játék volt, meg ilyen Guts, egy ilyen, nem tudom, hogy emlékszik-e valaki rá. Nagy kult játék egyébként. Volt egy helikopteres játék, az a HLX. Biztos nem emlékszik senki, komolyan mondom. Mi volt még? A Terminator 2, ilyen borzalmasan rossz PC játék volt, akkor még nem tudtam, hogy nagyon rossz PC játék. Később láttam ilyen, hát nem rossz PC játékok sorozatban, tehát nem abban láttam, de rossz kritikákat olvastam róla. Nem tudtam, hogy az, hogy rossz, mert igazából nem volt viszonyítási alapú, hogy nekem, én nagyon szerettem. Még mi volt még, ami ilyen volt? Igen, és később, egy kicsivel később, Wolfenstein 3D, az egy űrkorszakú gyerekek, azt annyira imádtam, és azzal játszottam. Hát a Doom-ot, amikor megláttam, az meg egy borzalom, az meg egy nagyon jó volt. És képzeljétek, akkor, amikor a Doom kijött, hát nem, hogy számítógépen nem, vagy interneten nem volt az embereknek, de számítógépesen. Nagyon. És ugye a cégnél a számítástechnikai... Hát ott olyan számítógépek voltak, amikor legelőször beszokott vinni a testem, azt el kell mondanom. Mert biztos arra gondoltak, hogy már ilyen programozók azok úgy dolgoztak régen, hogy úgy voltak ezek a PC-k. Hát nem voltak a PC-k, hanem úgy nézett ki a számtek, vagy a programozás, hogy volt lenne az alaksorban egy hatalmas nagy terem, abban tele voltak szekrényméretű számítógéppel is. Mágnes szalagok, tudjátok, ilyen hatalmas mágnes szalagon voltak a programok. És hogyha be akartál rakni egy programot, akkor lementél, és akkor egy ilyen hatalmas mágnes szalagokat felraktál, és fönt az irodánkban ott csak interfészek voltak. Tehát ott csak monitor volt, meg billentyűzet, egér az nem is létezett, és azok így egybe voltak építve, monitor, billentyűzet, ilyen interfészek voltak. Szóval, meg ilyen lyukkártya, meg ilyeneken írták a programokat, szóval nem kell túl gondolni nagyon. Na, ezt le kell kötnem, mert baj van. Oké, jó, nem tudom, azt még földobja, mert hát akkor már dobjuk föl, gyerekek. Legyen kerek a történet. Hát ez nem lehet kevés súly. Remélem, hogy nem fog szétbagolni, vagy valami csoda, hogyha kilépek, vagy belépek. És igen, és akkor na, ott láttam először a számítógépet, hát az pont nem létezett egyszerűen. Háztartásokban nem létezett, hát egy ilyen cégnél is szekrény méretű, vagy nem szekrény méretű, meg nem is szoba méretű, hanem egy egész alaksornyi gép volt. Amivel igazából ilyen különböző olyan számítási feladatokat lehetett végezni, mint esetleg ilyen bérszámfejtés, meg más cégeknek kellett bármilyen inkább ilyen nyomtatási műveleteket lehetett csinálni, ilyen algoritmusokat írtak rá, amik ilyen nagyon egyszerű voltak, és tényleg ilyen bérszámfejtéseket. Természetesen Matrix nyomtatóval nyomtattak, ugye az ilyen tűs nyomtató. Az ugye lézer nyomtatóka nem is létezett, meg ugye a tintasugaras nyomtató sem létezett. Úgyhogy ott láttam először a számítógépet, na annál a cégnél, később amikor igazából mindig az aktuális játékokat ugye megszerezték. És ott láttam először Wolfenstein-t. A Wolfenstein 3D-t, nem tudom, emlékszik. Biztos emlékszik, van olyan, aki emlékszik rá. Jó gyerekek, és azért csak felpakoltuk. Bocsánat, hogy ilyen rohadt sokáig tartott. Majdnem beszálltam az autóba, a Golfba. Na jó. Oké, gyerekek. Ezt itt is hagyom szerintem. Azért át kellene konfigurálni a pótkocsit, ugye, hogy fa férjen rá. De mondjuk így nem szabad itt hagyni forgózsámon, és már úgy felborul, mint a szar, gyerekek. Na ugye egy keretben fordítva, és akkor gyakorlatilag olyan, mint hogy ilyen három keréken állna. Oké? Átkonfiguráljuk ezt a podcast-ot, ezt visszavegyünk. Na, akkor meg vagyunk, gyerekek, a logisztika első része. Azért az nem gyenge. Egyébként nagyon tetszik annak a boltkocsinek a színe. Ezt átkonfiguráljuk, hogy a fát el tudjuk vele vinni. Úgyhogy ez a boltkocsi, amit itt láttok, ez fával. Ez csak, hogyha bármilyen fa munka van, akkor ezt arra lesz használva. És ugye ilyen specifikus tárgyakat is kellene használnom, mint jaj, nehogy belelók. Azon gondolkoztam, talán nem lók be. Hallod, nem a boltkocsit akarja konfigurálni, hanem azt a gépet. Talán most már nem lók bele. Jó, konfigurálás. Megcsináljuk ilyenre, természetes, oké, mehetünk. És ugye ezzel tök jó fát hordani, mert ilyen jó, nagy öblös. Meg lehet rakni rendesen.
szinkronkra tolatni, bár jobban szeretném, hogyha a traktoron lenne az a nehéz, de hát egyébként talán nem lesz olyan nagy probléma. Talán nem lesz olyan nagy gond. Hát ez érdekes volt, de jó van, működött. Oké, gyerekek, jaj, de nagyon király, hallod? Félnék mellé menni a valóságban ennek a polkocsinak. Egyébként szépen húzza, nincsen bele semmi gond. Szántóföldön lehet, hogy nem lesz ilyen nagyon vidám a helyzet. Félek tőle, hogy el fog süllyedni, mint a szar. Ugye főleg kultivált területen azért az nem nagyon szereti. Gyerekek, nem így kell volna, lehet itt kivágódnom. Jó az, gyerekek. Egyébként olyan az a pótkocsi, mint hogy ennek egy moderna verziója lenne, hogy megfigyelitek, nem? A kerekek ott nagyon hasonlók, a felnik nagyon hasonlók. Jó, itt megyünk. Mert nem körbe, ugye ezt már megbeszéltük. Gyerekek, el kell adni a maradék cuccot majd. Jó, azért költöttünk. Nem is a pótkocsi volt olyan drága, várjátok, megnézem, hogy mennyire süllyed el. Oda nézzé. És el fogom ásni magam az MTZ-be, azt nem akarom! Menjünk innen. Hát az a baj, hogyha itt... a tarlón ennyire belesüllyed, akkor a... kultivált területen ez tökige fog süllyedni az a pótkocsi, gyerekek. Úgyhogy ezt lehet, hogy valami nagy géppe fogom csak húzkodni, mivel ezen van anyag. Atya. Minden is rajt van, gyerekek. Egyébként van még egy tartály, amelyik itt van, úgyhogy ezt majd először ki fogjuk üríteni. Ezt valahogy úgy kellene egyébként elrendeznem, hogy ezt itt is hagynám a föld célébe, nem vinném be a telepre. Mondjuk itt megállnék vele, itt valahol, és akkor mindig itt hagynám, értitek. Mert itt nem is zavarna sok vizet. Még minek vigyen be? Talán nem fog elbagolni, attól félek egy icipicit. Talán. Imádkozzunk, hogy az nem fog onnan elbagolni. Ezzel megmondjuk, hogy a fát szedni. Jaj, már megint nagyon hosszú lett a videó. A következő részben egy sorskártyát, hogy Jézus Isten. Na, ez megoldódott. Megoldódott, gyerek. Kek. Ja, itt meg nem végzett még az aratással. Úristen, gyerekek, annyi dolgom van, komolyan mondom. Úristen, össze kellene, ugye mindenképpen össze kellene szántani ezt a két területet, az összes fát le kéne vágni róla, a csekmetet le kéne vágni. Szóval itt nagy munkák lesznek még a következő részben, és azt sem tudom, hogy hol áll a fejem, komolyan mondom már, srácok. Komolyan mondom. Na jó van, srácok, el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Kombájnunk az mennyivel van tele? 45%, tök jó, nagyon örülünk neki. Úgyhogy akkor majd föl fog telni teljesen. 6000 liter, azzal az árral az meg bőven 10000 fölött van, ugye? Nem 10000 fölött van, az egy olyan... 12000, 15000 fog még lejönni kb. Erről a földről, vagy több. Az jó. Abból sok mindent már nem fogok venni, de valószínű, hogy a következőben egyébként egy billencskamaszt fogok venni, hogy... Hogy megfelelően jó legyen a logisztika, úgyhogy rá fogom menni. A következő részben valószínűleg le fogom termelni ezt az erdőrészt, ezt a szántást megcsináljuk. Mi akartunk menni akartunk menni egy ekét, mindenképp azzal kezdjük a következő részben. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!